és már is a telefonban van Várfoki Tibor kertbarát. Jó napot kívánok, szerbusz! Jó napot kívánok, szerbusz Szabolcs! Azért tegeződünk, mert Tibort egy utcafront szépítésen ismertem meg, és egy picit beszélj arról, hogy ha jól tudom, akkor te már nyugdíjas vagy, és pár idős ismerősöddel alapítottatok tulajdonképpen egy ilyen kertbarát klubot, és én amikor először találkoztam veled, akkor épp egy közintézményben, egy iskolának a kertjében több nyugdíjas társaddal együtt ingyen és bérmentve dolgoztatok. Hát miért tesz valaki ma ilyet? Na most szabad, picit javítanom kell, nem iskola, hanem óvoda. A Narancs óvodában voltunk, mert ott csak egy olyan személy volt, aki gondoskodott a kertnek a szépségéről, de hát ősztel ugye nem tudta, nem bírta, és szóltak nekünk, elmentünk oda nagyon szívesen, összegelbéztük a lombokat, amit kellett, fát levágtuk, kivoltuk, szóval sokat dolgozunk. Na most a következő helyzet. Én Zuglóban ugye Zuglói kertbarátok körének vagyok az elnöke, és valóban van egy kertbarát kör, jelenleg 36 főből áll, és havonta tartunk foglalkozást. Na most, de nem csak ebből áll a kertbarát körnek a tevékenység, hanem segítjük egymást, hogyha szükséges, akkor elmegyünk egymás kertjébe, telkére dolgozni, és ugyanúgy, amikor volt a virágos Zugló mozgalom, hát nem tudom, hogy idén is lett, vagy nem lett, akkor nem egyszer megkértek bennünket, például a vezérútnál is, ahol emeletes házak vannak az előkertet, nem tudták az ottanért megcsinálni, és a Szabolcsék már pénteken mentek volna ültetni növényeket, kivonultunk, láttuk elgerebét. Ez fantasztikus hallani, hogy idős emberek részt vesznek az utcafront szépítésben. Mindig azt szoktam mondani, hogy a hazai utcafront szépítést, ezt az idősebb generáció viszi a vállán. Van egy olyan tapasztalat, például a Kerepesi úti lakótelepen, ahol ilyen 3-4 emeletes házak vannak, és nincs bennük lift. És nagyon sokszor lehet látni, hogy nyáron, forróságban, a második, harmadik, negyedik emeletről ilyen befáslizott lábú nénik, tehát ilyen fájos lábú nénik hozzák le saját kezükben, vödörben a vizet, hogy az utcafronton lévő fát azt megöntözzék. Tibor, hol vannak a fiatalok akkor, amikor utcafront szépítésről van szó? Hát sajnos erre nem fogok tudni válaszolni, habár mi tavaly, tehát az elmúlt évben indítottunk egy Kertünk Incsei című mozgalmat az óvodásoknak. Tehát a Zuglói civilházban behívtuk őket, közel 300 óvodás bejött oda, és a kertészet szépségét mutattuk meg nekik. Ez a szőlő darálás préseléstől kezdve a dukany ültetésig, tehát mindent ők csináltak. Most abban bízunk, hogy ha ők majd kicsit szívüknél fogják viselni ezt a tevékenységet, és hát dolgozni fognak. Nagyon sok olyan nyugdíjasra találkozok, aki nem találja a helyét. Ha valaki szeretne bekapcsolódni 60-65 éves kora felett is a kertépítő tevékenységbe, akkor egészen nyugodtan megkeresett benneteket? Na most mondok egy érdekeset. 93 éves tagunk is van. Tehát nem vagyunk korhoz kötve. Egész nyugodtan megkeresett, rajt vagyunk az interneten, a honlapunk is megvan, az én minden adatom van, meg a helyettesem adatával, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit, aki tényleg ténykedni akar. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát nagyon jó egészséget és sok örömet kívánok nektek a 2016-os kertészeti szezonra is.